Az utóbbi években az angol szász ünnepkörhöz tartozó szokások és a magyar hagyományok párhuzamosan élnek itthon. A sírokra szánt mécsesek és virágok mellett a boszorkánykalapok és a faragnivaló tökök is megjelennek a boltokban. Ilyenkor gyakran halljuk azt az indulatos mondatot, hogy Magyarországon minden szentek van és nem Halloween. De vajon a kettő tényleg ugyanaz? Ebben a videóban azt tisztázzuk, hogy mikor és mit ünneplünk, és egy kicsit rendet teszünk a fejekben minden szentek, halottak napja és Halloween ügyben. Ha kíváncsiak vagytok rá, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok be a kis harangot, és maradjatok velem a videó végéig. Október 31-e a világ számos országában meghonosodott angol szász eredetű Halloween ünnepe. Az angol elnevezés magyarul minden szentek előestéjét jelenti, s ahhoz, hogy megértsük a Halloween eredetét, igencsak régre kell visszatekinteni az időben. A keltáknál az őszi napi egyenlőség és a téli napforduló közötti félidőben ünnepelték az új évet. Kezdődött az év sötétebb fele, amikor egyszerre hódoltak a napisten és a holtak ura előtt. A kelta papok hite szerint ez volt az év legmágikusabb napja. Ekkor a halottak lelke szabadon járhat az élők között, a házakban ezért kioltották a tüzet, hogy a kósza lelkek ne az élők testét foglalják el. Ilyenkor a babonás emberek hátborzongató ruhákban próbálták elijeszteni a holtakat. Az ünnep a kereszténység felvétele után átalakult, minden szentekhez és halottak napjához kapcsolódott. A középkori hiedelmek szerint a minden szenteket megelőző nap végezték üzelmeiket a boszorkányok és a varázslók, mert ilyenkor a szellemi és a fizikai világ érintésnyire került egymástól. A 8. századtól terjedt el az a hiedelem, hogy a torz vonásokkal ékesített lámpások megvédik az utazókat a rossz szellemektől. Az angol szász eredetű, de mára már amerikai hóbortnak nevezett ünnep, a Halloween, a 19. század közepén honosodott meg Amerikában. Ez akkorra tehető, amikor a nagy írországi éhínség elől százezrek vándoroltak ki, és magukkal vitték szokásaikat, legendáikat is. Az egyik történet szerint volt egyszer egy Fukar Jack nevű részeges, kiállhatatlan kovácsmester, aki többször is rászette az ördögöt, míg nem a patás megígérte, hogy nem viszi el a lelkét a pokolba. Jacket azonban halála után Szent Péter sem engedte be a mennyországba, ezért arra ítéltetett, hogy örökké bolyongjon, keresve nyughelyét. Vándorlása közben egy kivájt tarlórépát tartott lámpásként a kezében, benne izzó széndarabbal. A lámpások ugyanis eredetileg tarlórépából, karórépából vagy céklából készültek. A tök csak az ünnep tengeren túli meghonosodásával terjedt el. A minden szenteket megelőző nap mára elvesztette eredeti jelentését. Az üzletek kirakatait az ünnep jelképei díszítik. A két meghatározó szín a narancssárga és a fekete. Több országban a televíziók horrorfilmeket sugároznak. Az ünnep főként a gyerekek képzeletét ragadja meg, különféle jelmezeket öltenek, lámpásokat készítenek a kivájt tökökből, és házról házra vándorolva rémisztő fenyegetésekkel édességeket és gyümölcsöket zsarolnak ki. Csokit vagy csalunk? Napjainkban Magyarországon is egyre népszerűbbek a ház elé vagy az ablakokba kitett töklámpások. A boltok csordultig megtelnek a halloweeni díszekkel, jelmezekkel. De van-e bármi köze a tengeren túlról jött Halloweennek, a minden szentekhez, vagy éppen a halottak napjához? A keresztény világban november 1-e minden szentek ünnepe, november 2-a pedig a halottak napja. Minden szentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok pedig az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé. Ezeknek az ünnepeknek az eredetéhez szintén igen komoly időutazást kell tennünk.
A 4. században minden szentek ünnepét a pünkösd utáni első vasárnap ülték meg. Az ortodox keresztény egyház ma is akkor tartja. A nyugati egyház liturgiájában 4. Bonifác pápa alatt került be, aki a pogány istenek tiszteletére épült római panteont 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel. Harmadik Gergely pápa kiszélesítette a megünneplendők körét. A Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette minden szentek ünnepét. Napjainkra általános szokás, hogy minden szentek napján rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. A katolikus egyház szertartása szerint a temetők nagy keresztjeinél ma is elimádkozzák minden szentek litániáját, és megáldják az új síremlékeket. A magyar nép körében ezen a napon harangoztattak a család halottaiért, máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek. Egyes falvakban ezen a napon választották meg a bírót, vagy éppen fogadták fel a cselédeket. Minden szentek Magyarországon 2000-ben, fél évszázad után lett ismét munkaszüneti nap. Az ünnep a katolikusok számára 2013-tól nem tanácsolt, hanem kötelező ünnep. Azaz a hívőknek kötelező a szentmisén való részvétel. A november 2-ai halottak napja jóval későbbi eredetű. Szent Odílió apát 998-ban vezette be emléknapként a Klünyi Bencés apátság alá tartozó bencés házakban. Hamarosan a renden kívül is megülték, és a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette. Halottak napján gyertyákat, mécseseket gyújtanak az elhunyt szerettek emlékére. A szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem szerint ennek az a célja, hogy a véletlenül kiszabadult lelkek visszataláljanak sírjukba, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. A hiedelem szerint a sírokat is azért kell megszépíteni ilyenkor, hogy a halottak szívesen maradjanak örök lakhelyükben. Halottak napján lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradott híveknek, hogy imával, vezekléssel, szentmisével emlékezhetnek elhunyt szeretteikre. A sírok rendbetétele, a csöndes emlékezés e napon szinte minden családnak igen fontos. A minden szentek, a halottak napja és a Halloween között tehát valóban van valamiféle kapcsolat. Nagy különbség azonban, hogy nem egy és ugyanazon napon ünneplik meg őket, és a Halloween védelmére legyen szólva, hogy mára már nem is igazi ünnep. Inkább egy nagy felhajtással járó esemény, ami sok-sok gyereknek okoz örömet.